A magyar védettségi igazolvány digitális verziója június 15-től tartalmazni fogja minden oltás típusát és időpontját, és alkalmas lesz az uniós zöld kártya kiváltására, jelentette be Gulyás Gergely. A miniszter arról is beszélt, hogy minden oltóanyagból többlet van. A DK viszont azt szeretné, ha jelentkezhetnének Pfizer oltásra azok, akiknek a kínai vagy az orosz vakcina után nincs ellenanyag a szervezetükben. Csütörtökre 18 beteg hunyt el, 77-en vannak lélegeztetőgépen. Sokan sétáltak, bicikliztek délelőtt Budapesten, a szabadban pedig már maszkra sincs szükség. A járvány harmadik hullámát véglegesen sikerült letörni. Csütörtökre 315 új fertőzöttet regisztráltak, 18 beteg hunyt el. Az első oltás több mint 5 millióan, a másodikat pedig 3.732.252-en kapták már meg. Ami az Európai Uniós igazolványokat, védettségi igazolványokat, úgynevezett Green Cardot illeti, ott a kormány tegnap megtárgyalta az ezzel kapcsolatosan ma ismert szabályokat. Digitális és papír alapú igazolvány is lesz. A digitális június 15-ére készül el, és addigra a magyar digitális igazolvány is tartalmazni fogja az oltás típusát és dátumát. Technikai akadálya nem lesz annak, hogy Magyarországon július 1-től az Európai Uniós védettségi igazolványt is lehessen használni, vagy a magyar védettségi igazolványt Európai Unió által elfogadott igazolványként is használni. Az uniós igazolvány a határátlépéshez, a tagállami igazolvány pedig az országon belüli mozgáshoz kell, magyarázta el stábunknak a nemzetközi jogász. Ez egy praktikus, egységes megoldásnak tűnik, hogyha a kettőt összevonják a tagállamok. Érzésem szerint a kormány is erre törekszik, hogy egy valamilyen formátumú egységes igazolvány mind a két funkciót elláthassa. Ez idővel majd beáll, hogy az Európai Uniós Gyógyszerügynökség például melyik vakcinának fogja megadni még az engedélyt, melyiknek nem. A kormányinfón elhangzott az is, hogy szívesen adnak kölcsön vakcinát más országoknak is, azzal a feltétellel, hogy azt néhány hónapon belül visszakapjuk. Ugyanis Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogyha szükség lesz emlékeztető harmadik oltásra, akkor ezt mindenki megkaphassa, akár úgy, hogy csak nyugati vakcinával oltanak majd. Génimet Erzsébet ugyanakkor fontosnak tartaná, hogy még most regisztrálhassanak Pfizerre azok, akik orosz vagy kínai oltást kaptak, de nincs ellenanyaguk. Felháborítónak tartom, hogy a kormány az emberek életéből is számháborút csinált, és csak az a fontos, hogy mennyi kínai oltást sikerült kiszorni, az nem, hogy mennyi embert sikerült felvértezni a vírus ellen. Gulyás Gergely szerint az EU-n belüli szabad utazást július 1-je után már csak az átoltottság alacsony szintje akadályozhatja az egyes országok esetében. A vakcina típusa jelen tendenciák mellett aligha.